tisztelt vendégeink, tisztelt karnagy kollégáim, szeretett, kedves diákok! Immár eltelt megint egy esztendő, hogy a karácsonyt váró hangversenyt itt Kolozsváron a Báthori István elméleti líceum dísztermében a Romániai Magyar Dalos Szövetség és az EMKE szervezésében közösen ünnepeljük a karácsony ünnepét. Dallal, énekkel, kórusainkkal, együtteseinkkel. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm meghívott vendégünket, és van egy mikrofonhiba, de elnézést kérek ezért. A karácsonyt váró hangverseny az mindig a kolozsvári magyar iskolák, magyar tagozatosok részére szól. Ez a közös rendezvény arra szolgál, hogy egymást megismerhessük, egymás éneklésében gyönyörködhessünk, és nem utolsó sorban hiánypótló hangverseny azok részére, akik nem csak magyar iskolában tanulnak, hanem tagozatként. Minden évben erre a hangversenyre a kolozsváraiakon kívül egy meghívott kórus vagy együttes lép színpadra. Idén Szilágyságból, Szilágysomjóról hívtuk meg a Szederinda Citera együttes hagyományőrző gyerekeket. Azon kívül el kell mondanom, hogy minden évben vannak visszatérő és állandóan jelenlévő kórusok, együttesek, de mindig vannak kezdők is. Idén is nagy szeretettel köszöntjük körünkben a Talentó iskola kisiskolás diákjait. Ezek a mai estén majdnem 300 diák fog számunkra énekelni, muzsikálni. Engedjék meg, hogy akkor felkérjem a Báthori István elméleti liceum igazgató helyettesét, Szilágyi Judit tanárnőt, hogy a beköszöntőt elmondja nekünk. Köszönöm szépen! Nagyon sok szeretettel köszöntök iskolánkban minden tisztelt meghívottat, kis és nagy énekest, karvezetőt, szülőt, nagyszülőt, zenekedvelőt, kolozsvári magyar iskolások karácsonyváró hangversenyét. Nagyon nagy örömmel tölt el minden alkalommal, ha dísztermünk olyan rendezvénynek ad helyet, ami kifejezett öröm a résztvevőknek. Úgy a résztvevőknek, mint a nézőknek, hallgatóknak. Már néhány éve, minden advent harmadik hetében két ilyen rendezvény zajlik egymás utáni napokon ezen a helyen. Tegnap, pénteken, estig vállalkoztak játékosan a megyéből ide sereglett gyerekek, ebben az évben 150 résztvevővel zajlott tegnap a rendezvény. Ma, szombaton pedig, hagyományosan találkozunk a karácsonyváró kórusokkal. Olyan időszak az advent, amikor az emberben még erősebben él a vágy a kapcsolatra, azzal a láthatatlan világgal, amit nem látunk ugyan, de hallani hallunk olykor, és üzenetei különböző csatornákon elérkeznek hozzánk. Az ének, a zene egy ilyen csatorna. A zene az egyetlen anyagtalan bejárat egy olyan világba, amely magasabb a tudásnál, s amely körülveszi az embert anélkül, hogy azt megragadhatná. Amit a szellem az érzékek útján kap meg belőle, az a megtestesült szellemi kinyilatkoztatás. Örülök, hogy ma itt együtt léphetünk be ebbe a kinyilatkoztatásba, és köszönöm a lehetőséget, hogy részese lehetek az elkövetkezendő óráknak. Fogadjuk sok szeretettel gyerekeink ajándékát. Köszönjük szépen a tornőnek a kedves köszöntő szavait. És akkor most felkérem főesperes úrunkat, Kovács Sándor, plébános urat, tartsa meg az adventi gondolatokat.
Tisztelt igazgatónő, nagy érdemű tanárikar, tanítók, kedves diákok, szülők, kedves vendégek! Még az adventi várakozási előkészületi időszakban vagyunk, de 15 nap múlva már Jézus Krisztus születésnapját, Szent Karácsonyt ünnepeljük. Éppen ezért örömmel tölt el, hogy a kolozsvári iskolások karácsonyt váró énekkari hangversennyel örvendeztetnek meg minket itt, a nagymúltú Bátori István Liceumban, a Gutmann Emese zene és ének tanár vezette Romániai Magyar Dalos Szövetség szervezésében. A karácsonynak a hihetelem ellenére nem a fenyőfa, hanem a jászol a legősibb jelképe. Mária a pólyába takarta és jászolba fektette, olvashatjuk a Szentírásban. A jászol jel volt a pásztoroknak, amikor keresték a gyermeket, abba a kis betlehemi istállóba pedig ma is hivatalos az egész világ. Annak ellenére, hogy sokaknak nem tetszik és akadályozni is akarják. A karácsonyfát azonban nagyon fontos a jelentés tartalma, mert a fenyőfa örökzöld tűlevelei az élet reménységét jelképezik, erről beszél a fenyőfa formája is. Felfelé keskenyedik és csúcsával Isten felé mutat. Minden egyes ágacskája a keresztet jelképezi, tűlevelei pedig a tövis korona tüskéire emlékeztetnek. Így a karácsonyfa a jászol és a kereszt összetartozását hirdeti. Legszebb dísze a gyertyafény. Ez Isten fényét jelenti, amely az emberi adventi várakozás idején is felvillan, bizonyítva Isten jóságát és szeretetét. A feltészített fa színes gömbjei arany ezüst színű díszei pedig a napkeleti bölcsek csillogó királyi ajándékaira emlékeztetnek. Boldog az, aki megérti a karácsony lényegét, és befogadja a szívébe a karácsony isteni vendégét, a gyermek Jézust. Felnőttnek vagy iskolásnak, öregnek vagy ifjúnak egyaránt legyen jó akarat a szívében. Ez mindenkinek hasznára válik, megkönnyíti életünket. Szóljon hozzánk is az angyal köszöntése, Pax hominibus bone voluntatis, békesség a földön a jó akaratú embereknek. Karácsony ünnepén Isten angyalának üzenete hangzik felén, nagy örömöt hirdetek nektek, mert ma született az üdvözítő Dávid városában. Teljen meg a szívünkettől a karácsonyi fénytől, örömhírtől és szeretettől, hiszen a betlehem Isten gyermek szeretetre tanít. Arra, hogy csak a szívek melegével alakulhat át ez a sok esetben gyűlölködő, kapzsi, képmutató, ellenséges, önző világ. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a szeretet nem csak Istenhez közelít, hanem embertársainkhoz is, mert a szeretet a legtökéletesebb kötelék. Segít abban, hogy ráébredjünk arra, valamennyien testvérek vagyunk, Isten gyermekei vagyunk. Kedves keresztény testvéreim, vezéreljen mindenkit ez az énekkari hangverseny is az isteni gyermek jászolához, mert abban hivatalos az egész világ. Jézus kis szívébe belefér az egész emberiség történelmével együtt. Sok szeretettel kívánok minden jelenlévőnek és szeretteiknek kegyelemteljes, meghitt karácsonyt, áldott békés örömökben, egészségben, iskolai sikerekben, gazdag új esztendőt.
nagyon szépen köszönjük főtiszteletű Kovács Sándor főespeves plébános úrnak az adventi gondolatait.